Sziasztok, itt vagyunk a Szombathely Rally. Hát most már mondtam, hogy befejező szakaszai után megnyertük a versenyt, mint tudjátok az időeredményekből. Óriási csata volt, igazi sport volt egész nap, 8 gyorsági szakasz volt, és mind a 8-at meg tudtuk nyerni, és le tudtuk dolgozni a hátrányunkat. Nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon hasznos tapasztalatokkal mentünk el innen Szombathelyről. Az utolsó heti gyorságin éltünk át kicsit melegebb pillanatokat, egy picit, hogyha közelebb jöttök, akkor megmutatom itt a jobb hátulját az autónak. Egy gumilassítót vittünk el, mint egy ilyen 100-110-es tempóval, de ettől nagyobb baj nem lett az autóval. 28 ponttal tudtunk elmenni innen Szombathelyről, vagy tudunk hazamenni, meg sikerült megnyerni az utolsó erőgyorságit, a Power Stage-et is, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és ami nagyon fontos, hogy hasznos tapasztalatokkal megyünk el innen, és 3 hét múlva a Veszprém Rallyra ez mindenképpen optimizmusra ad okot. Amit most láttok a háttérben, várakozunk éppen a technikai ellenőrzésre, végellenőrzésre, úgynevezett bontásra, de azokat a párosokat viszik általában, akik megnyerik vagy az abszolútot, vagy a kategóriájukat. Előttünk két Mitsubishit fognak bontani, és utána jövünk mi, de ezzel nálunk nem szokott gond lenni, úgyhogy elkönyvelhetjük, hogy megnyertük a versenyt. Nagyon szépen köszönjük az egész hétvégén tanított figyelmet, és hogy szurkoltatok. 3 hét múlva találkozunk Veszprémbe. Sziasztok!